Két meccs, két győzelem, ez eddig a mérleg a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakusznak, legutóbb az Újpest 2 ellen nyert idegenben a Spari 4-1-re. Azért mentünk, hogy nyerjünk, ez meg is történt, ez a legfontosabb, hiszen a futball erről szól ezen a szinten már. Az még feltétlen pozitív, hogy egy fiatal csapatra játszottunk ugyan, de erőlétben egyértelmű volt, hogy felülmúltuk őket. Ami kiemelendő, hogy hátrányból álltunk föl, úgy tudtunk fordítani, illetve volt egy remek góllövőnk is. Ez a remek góllövő Pölöskei Péter volt, aki három gólja mellett egy gólpasszt is adott. A támadó abban bízik, hasonlóan eredményes lesz a folytatásban is. Mindenben lehet ugyanúgy fejlődni, és még nem vagyok azért teljesen toppon, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés ahhoz, hogy én magam a közérzetem is jobb így, és nagyobb önbizalmam legyen, ezáltal jobban is fog menni a játék. Pölöskei Péter a nyáron érkezett Nyíregyházára, és már az első bajnokin is voltak lehetőségei, de akkor még kimaradtak a helyzetek. Szintén az elmúlt hetekben igazolt Nyíregyházára a védő Farkas Márk, aki legutóbb Kisvárdán szerepelt. Egy olyan csapatba érkeztem, ami nem erre az osztályra. Való. Jobb játékos állomány van, a képzettebbek a társak is, úgyhogy mindenképp erősebb csapatba érkeztem. Sajnos az osztály az nem az, aminek igazából kellene lennie, de azon vagyunk, hogy sikeresen feljebb lépjünk. A játékosokra a héten két mérkőzés is már. Csütörtökön este 20 órától a Putnokot fogadja a Spari a Magyar Kupában, míg vasárnap a Nyírbátor ellen lép pályára az együttes bajnokin. Utóbbit a Nyíregyházi TV hétfőn este felvételről közvetíti.